hermana. Nietzsche. Ich. Na kérem szépen, itt vagyok fenn a Kalotoszeg feletti hegyekben, a Móczoknál. És most egy vasárnap reggeli délelőtti piac van, ami szemszájnak ingere, azt itt lehet látni. Alig vannak itt magyarok fent, de minden másféle nemzetiség van, és szoktam ide járni néha, amikor friss sajtot, friss tejtermékeket, vagy zöldségeket kellene találnom. Ne olyan közel. És majd digitális meg sem. Mindig találkozok itt a benti piac térben egyetlen egy, illetve pontosan kettő magyar elárusító van. Meg kellett szakítsuk az adásunkat, ugyanis jöttek a belők. A lényeg a következő. Mindig figyeltetek, hogy hogy lehetséges, hogy itt a románok között szinte egyedül árusítasz. Mik a tapasztalataid? Sőt, úgy mondják nekem fent a románok. Ungurule, te magyar, de nem rossz néger. Tehát jó kapcsolat. Úgy viselkedek, hogy ők is szeretnek. Ők is szeretnek, jó. Itt fent a fenyőfa tobozon kívül semmi nem terem. Úgyhogy ide, ha jövök, el tudok adni több mindent. Aha, értem. És különben, hát nem vettem észre gyűlöletet rajta. Igaz, úgy is viselkedik. Neked személy szerint, ha lehetne három kívánságot, mi lenne az első? A nő és a nő. Ez terült ki. Dehogy vágjuk, ez a legjobb része. Figyelj. Legyen, mit eladjak. Na, ez az? Teremjen, mert termelem is. Persze, értem. És legyen kinek eladjak. Piaci ember. Kofa vagyok. Kofa, oké. Okay. Itt ugye Bánfi Hunyad a legközelebbi város. Én oda valósulok. Te oda valósulok. Magyar Bikalé, de Bánfi Hunyadon lakom. Mi a helyzet Hunyadon? Mire fel? Ugyanis amikor jönnek a barátaim... Már magyar vagy? Nem. Amikor jönnek a barátaim és látogatnak néha engem Magyarországon, akkor mondják, hogy beérkeznek, és mint hogy Indiába érkeznek. Mi a fasz történik Hunyadon? Magyarországról jönnek először, és Hunyadra beérnek, és nézik a pogodákat. Attól függ, hogy merőnek érkeznek, mert hogyha a cigány soron érkeznek be, akkor ott tényleg a régi India. Igen. A régi. És mit tudod az új Indiával? Most már új India. Az is jó nekünk, hogy nagyon kevesen maradtak itthon. Aha. Mert csak rontják Hunyadnak. Imázsát. És hogyha itt Erdélyben lenne annyi hatalmat, hogy változásokat tudnál tenni, akkor mi lenne az első változás, amit, hogyha lenne hatalmad, akkor azt megtennél? Hát a legnagyobbakat a politikában úgy lecserélném tényleg szépen, mint az oknimat a reggel. Oké, kérem. Második mi lenne? Hát egy kicsivel jobb élet. Jobb megélhetőség. 43 évnél több van ledolgozva, lefizetve napra, és kapok 1800 lejjen alul nyugdíjat. Az nem sok, értelek. Az nagyon sok. Szeretnél itt több magyar városítót látni itt a piacon fönt itt a hegyekben? Hát jó lenne, hogyha lennünk többen, de nem nagyon, és nincsen áruljuk. Nincsen áruljuk? Amennyi van, azt eladják lent a Bánfi Hunyadon, kedden, pénteken, kettő, kétszer. Aha. Ki van ezekkel a mostani fiatalokkal itt Hunyadon?
Megmozdulnak vasárnap? Jönnek ki, vagy itt egyedül fogsz lenni a következő 20-30 éve még? Túl nagyon sokat nem tudok mondani a fiatalokról, mert én csak voltam. Uh-huh. De zöme elmegy ide-oda fürdőhelységre, feljön a hegyekbe. Uh-huh. Itt is találkozok sokkal, mert feljönnek friss levegőre, vagy és bejönnek, csak azon veszem észre, hogy megütögetik a vállamat. Csókolom, Donyi bácsi. Mi végre vagyunk a világon? Hát kérlek szépen, egyszer az, hogy rajtunk keresztül jöjjenek az utánpótlás, uh-huh. ez fontos, hogy nem zélt gyerekeket, van is kettő és négy unokám. És hát azért vagyunk, hogy még legyünk. Ma vasárnap van a nagy híres, hatalmas Abraham Jankou Fesztivál itt a Pizalben. Milyen gondolat jut eszedbe erről a fesztiválról? Abszolút semmi. Köszönöm szépen az interjút. Kérlek. Ilyen a hazahajra magyarok. Szia!